Tájföld, Bambú Island. A Bambú-sziget Phukettől 51 kilométerre található, a keleti irányban, az Andaman-tengerben. Legszélesebb pontja 650 méter, hossza pedig 750 méter. A pálykor minden további nélkül körbe sétálható, mely mindössze 2 kilométer távolság. A szigetet szűzfehér homok és vulkánikus sziklák övezik. Nézzük meg közelebbről is, majd pedig menjünk le a víz alá. A Bambú-szigettől délre helyezkednek el a Pipi-szigetek. Nyugati irányban pedig a Szúnyog-sziget látható most. Jelenleg a sziget nyugati oldalán vagyunk, ami jelentősen tagoltabb, vagyis több kisebb beach-sel rendelkezik. Átellenben van a sokak által látogatott turisztikai terület. A sziget szárazföldi részén a madarakon kívül varánuszokkal találkozhatunk leggyakrabban. A nagyobb példányok nyomai könnyen fellelhetőek. Hosszú farkuk erőteljes vonalat húz a homokba, melynek két oldalán a lábnyomok találhatóak. A fiatal példányok még szép színesek, de később elvesztik kontrasztos rajzolatukat és szürkés színűek lesznek. A sziget vulkánikus eredetű. A kövek színéről és mintázatáról bárki könnyedén felfedezheti ezt. Hőmérséklete egész évben 30 Celsius felett van, ami nem is csoda egy örök nyár országában. A víz alatti látótávolság pedig igen jó. Emelkedjünk ismét a magasba. A légi felvételeken látható sötét foltok a vízben azok a korallokkal benőtt sziklák, amiket a víz alatti felvételeken láttunk. Fontos említenem, hogy a sziget nem minden időpontban mentes ennyire a turistáktól. A Tájföldi Magyar Centrumban viszont minden ezzel kapcsolatos információt megkapnak az utasok.